23 éve működik a Kedvesház Kollégium, amelynek pedagógiai programja országos szinten is egyedülálló. Ez a módszer tavaly novemberben került be 94. elemként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A Kedvesház egy különleges eleme, különleges része a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak. Egyrészt azért, mert talán nem a megszokott értékek sorába tartozik, hiszen nem a múltból gyökerező érték, hanem a jelenben megvalósult olyan teljesítmény, olyan pedagógiai módszer, amelyre azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék, és ez kifejezetten csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző, csak itt valósult meg. Tehát ez egy olyan jó gyakorlat, amelyet mindenképpen sokszorosítani lenne szükség, és ezen is dolgozunk mind a Kedvesház vezetőjével, mind pedig a politikai szereplők és a megyei értéktárnak a szereplői is ezen vannak, hogy minél hamarabb lehessen ezt úgymond megvalósítani más településeken is. Az értéktár működtetésében fontos szerepe van a kormányhivatalnak is, amely több szálon is segít és koordinálja az értékek gyűjtését és azok bejegyzését. Megyei kormányhivatal két fontos szálon kapcsolódik a megyei értéktárhoz. Egyrészt, mint hatósági tevékenységével, az engedélyező tevékenységével, itt lehet gondolni építésügyre, örökségvédelemre, régészetre, környezet és természetvédelemre, hogyha az egyébként egy települési tájegységi vagy egy megyei értéktárban szereplő dologgal kapcsolatos. A másik pedig a kormány megbízottnak a koordinációs jogköre, amit számára jogszabály biztosít, és ebben a tekintetben is van egy olyan szerepköre, hogy igény esetén összehozza a szereplőket, és ezzel is támogassa a települési és megyei értéktáraknak a bővülését. A 2012-es Hungarikum törvény a megyei értéktár mellett lehetőséget ad nem csak települési értékek gyűjtésére, hanem tájegységi értéktár létrehozására is. Megyénkben egyetlen ilyen van, a Rétközi értéktár. A kisebb értéktárak tartalma sok esetben megegyezik a megyei értéktárral is. A Kedvesház pedagógiai program mellett a Paszabi Szőttes, amely a hagyományainkra utal, mellette ott található Besenyi György munkássága, a Tiszabercelli szülőháza, emellett a Kabai módszer Tiszavasváriban, hiszen a modern vegyipar alapja, vagy a modern gyógyszergyártás alapja, ez ott a két világháború között elindult Tiszavasvári környékén. Benne van a nyíregyházi bokortanya rendszer, ez a sajátos települési rendszer, amely itt alakult ki a 18. században, és hát Nyíregyházának ez egy, hogy mondjam, majdnem, hogy azt tudom mondani, nagyon híres része, és benne van még a Tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő gyógyvize, amely országosan, sőt, tehát országhatáron túl is híres. Ezért is fontos, hogy az értékgyűjtő munkába minél többen bekapcsolódjanak.